Bhagavad Gita színház körül találkoztunk, tehát ő sokat járt oda, és jó kapcsolatban volt a bátyámmal. És aztán később a Fiatal Művészek Klubjában, és nagyon közel kerültünk egymáshoz. Ő, amikor én itt az iskolában elindítottam, vagy elindítottunk többes számban egy mozgalmat, ami a Rózsakör néven került be a történetbe, akkor a Gyuri ebben részt vett az első alkalommal, és utána is többször fotózott, és nem csak az archiválásban, hanem az egész folyamatban az elég komolyan részt vett. Aztán még egy közeli munka kapcsolat volt, tehát mennyiben ez munkának lehet nevezni. Fiatal Művészek Klubjában volt egy néhány kiállítás, amiben ő is részt vett. És ezeket vagy én szerveztem, vagy ő szervezte, szóval ezek ilyen, a mozgalmon belül találkoztunk. Most olyan mindennapos barátság ebből nem született, ez inkább a közös világnézet és a közös művészeti törekvés alapján. Minden esetre én a őt nem sértem meg, én abszolút a barátomnak tartom és tartottam, aztán évek maradtak ki, én Amerikában voltam, és aztán amikor visszajöttem, akkor találkoztunk, akkor az Arkul már megszületett, ami hát szerintem egy fantasztikus teljesítmény, és volt egy nagyon személyes eleme is ennek a találkozásnak, amire emlékszem, hogy akkor 80-as évek közepén, vagy már végén találkoztunk, de a közepe táján a Gyuri már festett. És miután az én baráti körömből tevődött össze a új festészeti mag, és ezt elég szomorúan vette tudomásul, hogy nem vették be a csapatba. És én nem tudom pontosan milyen képekről van szó, de biztos vagyok benne, hogy a Gyuri képei ugyanolyan jók, mint az összes többié. És most utólag sajnálom, hogy nem vehetette be részt. Vigasztalásul én sem vettem részt. Na most az, ami egy kicsit, szóval ez a történet része, ami pedig a méltatás része az, hogy emlékszem a Gyurinek két munkája volt, ami nagyon megragadott, és ami mind a mai napig az én múzeum emlékezet, vagy emlékmúzeumomban abszolút előkelő helyen szerepel. Ezek a nagy raszteres fotói, amiről akkor, én nekem ezek nagyon tetszettek a önarcképtől kezdve, de ilyen nagyméretű fotók voltak, nem tudom, tudod, hogy miről beszélek. Igen. De nagyon tetszettek nekem, és volt egy, és akkor az emberek az volt az érzése, hogy hát ez tulajdonképpen jó, de ez is ebbe a nyugat majmolásba tartozik. Holott a dolog furcsaság, hogy egyrészt időben, amikor ezek megszülettek, néhány hónap különbség volt csak. Mondjuk a Branko Dimitrievics, hogy hívták, aki ezt csinálta, ezeket a nagy fotókat. Ez egy szerb fiú volt, ezt meg kéne nézni, most nem jut eszembe. Szóval, hogy ez abszolút up-to-date volt, tehát abban a korban nagyon fontos. A másik műve, amire szívesen emlékszem, ezek a talp sétálógépek. Ebben a vándorlás gép, vándorlás, összehegyeztett talpa.
ez egy nagyon fura ízű, és jó, jó értelemben nagyon érdekes, a mozgalmon túlmutató művek voltak, amivel emlékszem, és ami nekem nagyon fontos. És hát alapvetően, ami viszont lenyűgöz, az a áldozatos munka, amit az Árpád meg létrehozásáért hozott. Most a maga a Boglárban, ott a Bogláron, ami szintén egy ilyen kiemelkedő állomása a teljesítményének, én abban csak képekkel vettem részt, magam nem voltam lent soha, mert ott volt a bátyám és csapata, és úgy éreztem, hogy egy halászból ott elég is annyi, meg hát amúgy sem tudtam volna olyan látványos sem szerepelni. Hát végül is én festő vagyok is, oly buta, mint egy festő.